Ezúttal meg fogjuk vizsgálni zsidókhoz Avri első fejezetét, és megnézzük, hogy mi az, amit ebből ki tudunk deríteni az atya, illetve a fiú kapcsolatáról. Ez ugye zsidókhoz Avri első fejezet, maga a cím árulkodó kell, hogy legyen azok számára, akik figyelnek. Arról beszél, hogy Másiák, Elohim fia, és az angyaloknál, vagy a Malakimnál feljebb való. Hogyha a fiú Egyenrangú az Atyával, akkor minek az kijelenteni, hogy feljebb való az angyaloknál, hiszen egyértelmű, hogy feljebb való az angyaloknál. Viszont amennyiben egyenrangú az Atyával, akkor hogy lehet az, hogy a Földön jár emberként, és akkor ki van fönt az ő helyén? Az Atya vagy ott marad egyedül, és akkor a fiú vagy fiúként itt barangol a Földön, vagy pedig ott van az atya, a fiú, és plusz a fiú itt barangol a földön. De haladjunk és nézzük meg, hogy mi az, amit ír zsidókhoz szerzője. Minek utána Elohim sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Láthatjuk azt, hogy itt Istenről beszél. Nézzük meg, hogy mi az, amit ők értenek. Istenen. Ez ugye Theos, és ez tulajdonképpen az, amit az új szövetség, a brit úgy úgymond Istennek használ. De nézzük meg, hogy mit mond a Sefer. Seferről már korábban volt szó, úgyhogy most ebben nem mennék bele. Ugye az első szó, amit használ, az Jahua. Utána megjelöltem itt a fiú kifejezést, ugyanis itt azt mondja, hogy a fiú által az nincs ott, hogy az ő fia által. szóval a birtokos szerkezet nincsen jelen, és csak a fiúról beszél, de a lényeg, amit mutatni szerettem volna, az az, hogy rögtön az első szó az Yahua. Nézzük meg úgy, minek utána Yahua sok mindenben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk a fiú által. Szóval most így talán értetőbb a helyzet Jahua, az atyáról beszél, ő az, aki szólott hajdan a proféták által. Kik a proféták? Azok, akik Elohim nevében szólnak. Elohim akaratát közvetítő személy, hírnök vagy tolmács, ugyanúgy, ahogyan egy angyal az. A fiú ugyanazt testesíti meg, amit a próféták régen. Jahua üzenetét hordozza magával, elhozza nekünk. Miről beszéltek a próféták? Térjetek vissza a törvényekhez, különben érkezik a büntetés. Ugyan ez az, amit ő is mondott. Hogy lehet az, hogy ennek ellenére az egész világ őt imádja most, mint valaki, aki eltörölte a törvényt. Szóval ez utolsó időkben szólott nekünk a fiú által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette akkor még egyszer, az atya és a fiú, a fiút teszi saját maga örökösévé, és általa teremti a világot, akkor két fiú van, vagy pedig valamilyen más rendszernek kell lenni, hiszen ha én valakit örökössé teszek, akkor az azt jelenti, hogy én vagyok az, aki meghatározza az örökösödésnek a feltételét. Ha én valaki által teremtek valami, valamit, akkor én vagyok az, aki meghatározom, hogy hogyan néz ki az a valami. Ezért mondja azt, hogy az örökösévé tette, és általa teremtette a világot. Egyébként a világot kifejezés álljon, egy hosszú időszakot jelöl örökkévalóságot, vagy a világ korszakot, hiszen a következőt is általa fogja teremteni, de az még nincs készen, hiszen még ebben a korszakban vagyunk, az utolsó időben vagyunk. Az örökös, pedig nem más, mint Kleronomos, örökös. De nézzük tovább, mert ennél egyértelműbb is lesz, ha lehet ilyet mondani. Hármas vers, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása. A fiú az valaki dicsőségének a visszatükröződése, és valaki valóságának a képmása azaz kettő dologról van szó, és a kettő nem egyenrangú. A fiúról beszél. Nem arról a fiúról, hogy itt most testben itt volt, és az más, mint ami ott van fönt. Nem tesz ilyen különbséget. A fiú, a szó, a ruák, a hatalom, az erő, együttesen az atya visszatükröződése. Sőt, az ő valóságának képmása. Ő jeleníti meg és jelenítette meg az atyát az emberek számára, mint egy képmás. A visszatükröződés egyébként apaugaszma, sugárzás, ragyogás, visszaverődés. Ezért mondja, hogy ezért nézett ki úgy az új testben, hogy sugárzott, hogy alig lehetett ránézni, hogy fehér volt, mint a hó. A képmás pedig karakter. Véset, lenyomat vagy képmás, amiből a karakter szó származik. A karakter nem maga az ember, mikor az ember karakteréről beszélünk, az az a képmás vagy véset vagy lenyomat, ami az emberről át sugárzik a többire, amiből a többi ember megismeri vagy megérti az embert. A fiú ez a tükörkép, a fiú ez a képmás, de nézzük meg, hogy a káldi mit mond. Mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása. Erről beszél. Ez a fiú. Ha megnézzük a katolikus verziót, mint dicsőségének kisugárzása, vagy lényének képmása. Minek kellene képmás legyen, hogyha a kettő egy és ugyanaz. Ki mivel hogy dicsőségének fényessége, és annak személyének bélyege a szó a ruákodással együtt, az atya hatalmával és erejével, testetöltve lejött a földre, hogy megmutassa, hogy az atya hogyan viselkedne. Mint ahogy minden fiúnak vagy gyermeknek kellene a szülőt tükrözni, és a szülő karakterét vinni tovább a világban, ugyanúgy ez a fiú is teszi azt. Úgy spirituálisan, úgy, mint ahogy fizikálisan. Aki hatalma. Szavával fenntartja a mindenséget, hiszen ez a hatalom az Atyától származik. Az Atya megteremtette a fiút, onnantól kezdve általa teremti a világot, és mivel a fiú az Atya szava, a ruák a hatalma, így képes fenntartani a mindenséget. Aki min minket bűneinktől megtisztítván, hiszen lejött ide, mint ember áldozatot vállalt, megtisztított, ül a felségnek jobbjára a magasságban? Akkor kinek a jobbjára ül? Ha a kettő egy és ugyanaz, és egy karakter, akkor a saját jobb oldalán ül egy másik, és most nem viccből mondom, hanem azért, hogy mindenki képzelje el, hogy milyen abszurd is a, gondolat, és emellett mennyi problémát okoz. Az atya, Jahua, az, aki megteremti a szót, általa a világot, elküldi, mint embert, hogy az ő hatalmával felvértezve megtisztítsa a világot a bűntől, azután megdicsőíti, és a saját jobbjára leülteti. Négyes verszak. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Miért kellene magát a legnagyobban hasonlítani az, az angyalokhoz. Az atya soha nem hasonlítja magát az angyalokhoz. A fiút hasonlítja az angyalokhoz. Megmondja, hogy annyival kiválóbb. Miért? Azért, mert ő tette az örökössé, ő általa teremtette a világot, ő a dicsőségének visszatükröződése, az ő képmása, az ő hatalma van benne, megszabadítván a világot, és ő az, aki a jobbján ül. Ennyivel kiválóbb az angyaloknál amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mi lehet ez a név? Ez sem ott, II. Mózes 23, 20. Ímé, én egy angyalt bocsátok el te előtted, angyal, azaz uh, malak malák, küldönc, futár, küldött, hírvívő, hírnök. Angyal, magyarul. Úgyhogy ha sikerül elfelejteni a szányas nő és a szányas dagi kisgyerek képet, akkor megértjük, hogy ez egy küldönc, egy futár tulajdonképpen, Jahua, és az emberek között. Azért küldi, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem Egyiptomból ki, Kánánba -ba be, az ígéret bölgyére, a királyságba, ahova mi is készülünk, legalábbis remélhetőleg a legtöbben. Mit mond erről az angyalról? Vigyázz magadra előtte, hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti mert az én nevem van ő benne. Mert ha hallgatándasz az ő szavára, és mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségen, és szorongatom a szorongatóidat, mert az én angyalom te előtted megyen, és beviszen téged arra a földre, ugye, amit kijelölt neki. Ez egy angyal, aki előttem, és az ő neve van benne. Egyetlen egy ilyen van, akiben az ő neve van. Angyalok jöttek, mentek, üzeneteket hoztak, de egyetlen egy van, akiben az ő neve benne van. Ez az a külön név, amelyet örökölt azoknál. Yahusha! Já ja, megmenti a népét. Jahusha. Ez a külön név. Mi volt ez a, az a név, amit olvastunk a szepőrben? Jahua. Az atya és a fiú a kettő így viszonyul egymáshoz. A fiú hordozza az atya nevét, az ő hatalmát, ő az ő képmása, a karaktere, aki megjeleníti a fiút. A szó, a ruák, a hatalom és az erő együtt. Nézzük meg, mi ez az angyal itt. Angelos, angelos, hírnök, követ, angyal, elohim vagy sötán küldöttje. Az angelo szóból ered. Ugyanaz, mint a mallák az első részben. Ezért hasonlítja őt hozzá. Ötös vers. Mert kinek mondotta valahol? Az angyalok közül. Megint csak az angyalokhoz hasonlítja. Minek hasonlítaná magát az angyalokhoz, vagy bárkit, aki vele egyenrangú. Teljesen fölösleges, hiszen nincs is összehasonlítási alap a kettő közt, az egyik egy teremtmény, a másik pedig mindenségnek a teremtője, Jahua. Én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Hogyha ő szülte ma, akkor előtte léteznie kellett, különben nem tudta volna megszülni. Én leszek neki atya, és ő lesz nekem a fiam. Az atya hamarabb létezik, mint a fiú. Ilyen viszony áll fenn a kettő Viszont mikor behozza az ő első születét a világba, így szól, akkor ezek szerint előtte már mondta ezt. Még mielőtt, meg, még mielőtt, behozta volna a világba. Szóval nem arról van szó, hogy ó, ez akkor volt, amikor, amikor ide leszületett, vagy mit tudom én, hogy hívják. Nem arról beszél, hogy mikor behozta, akkor így szól. Ezek szerint előtte, meg így szólt. Mellesleg Saul így ír a kolosséjakhoz levelének első fejezetében. Ugye, Jahusa Hamásiákról van szó, aki képe a láthatatlan Elohimnek, minden teremtménynek előtte született. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy ő neki nincsen kezdete, mikor ide van írva, hogy ő a képe, ikon, mint egy ikon, kép, alak, képmás, más, arckép, szobor, hasonmás? tükörkép, ánykép vagy hasonlatosság, hasonlóság. Az ICO-ból származik, ami hasonlít vagy úgy látszik. Azaz nem ugyanaz, hanem képe a láthatatlan Elohimnek, és minden teremtménynek előtte született. Azaz nem arról beszél, hogy most a világra született, 2000 évvel ezelőtt, hanem minden teremtmény előtt született meg. Értető, hogy, hogy egyértelművé teszi maga az írás, hogy ő nem egy és ugyanaz vele. Egy, mint egy egység, de nem ugyanaz, és egy darab, és ugyanolyan ö, hatalmú, vagy, vagy ö, akár jelentőségű, ha így akarja valaki fogalmazni. Tudjuk, hogy kiről beszél, mert azt mondja, hogy mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, Láthatók, láthatatlanok, akár királyszékek, uraságok, fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és ő benne minden áll fenn. Előbb volt mindennél, minden az pász, pass, vagy passzá, vagy pán, egész, teljes, minden, mindegyik összes, vagy pedig annak a felső foka az nem azt jelenti, hogy az atyánál elő, elébb volt, hiszen nem lehet azt mondja, hogy minden teremtmény előtt született. A született az prototokosz. Első szülött. Először lett világra hozva. Azaz ő is teremtetett. Ugyanezt írta itt is a zsidókos szerzője, hogy ő a képe és a visszatükröződése, a képmása csak más kifejezést használ. Külön nevet örökölt, ő a fiú, neki lesz atya, Jahua, és ő lesz az ő fia. Szóval imádják őt Elohimnek minden angyalai. Nézzük meg, hogy mi az, amit erről a Szefer ír. Azt mondja, hogy já minden angyala őt imádja. Tehát Elohim itt já vagy Jahuát jelenti. Ő az, akinek az összes angyala imádja őt. Következő. És bár az angyalokról, vagy Malakimról szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgái tűz lángjává, azaz spirituális lényekről beszél, az angyalai spirituális lények, az ő szolgái spirituális lények, mint a tűz Ám de a Piúról, így szól, a te királyi széked, ó Elohim, örökkön örökké igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája. Láthatjuk, hogy az ó Elohim az, ami a nyolcas versben szerepel a fiúval kapcsolatban. A te királyszéked ó Elohim örökkön örökké. Arról beszél, hogy a te királyszéked O Elohim a fiút Elohimnek szólítja O Elohim. Örökkön örökké, hiszen ő az, aki képviseli az atyát a Földön. Ő az, aki uralkodik az egész világ fölött, hiszen ő az atya szava, a ruhák, a hatalma az ereje. Gyakorlatilag ő képviseli, ahogyan azt már elmondta korábban. Egy egységet alkot az atyával. Nem azt jelenti, hogy egy és ugyanaz vagy egyenrangú, azt jelenti, hogy egy egységben funkcionálna. Ő az igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája. Ha az egész világ. Az ővé lesz, ugye olvashattuk számtalan helyen, hogy uralkodik a pogányokon a vasveszővel. Ő az a pálca. Miért? Mert ő a szó. A szó lesz az, ami megítél mindenkit, és a szó lesz az, ami uralkodik ebben a birodalomban. Kinek a szava? Yahuah az atya szava, az, ami az egész világot szabályozni fogja. Ennek a megnyilvánulása Jahusa, ha a Malak Yahuah, illetve most a mennyei főpap Yahusha Hamásia, aki nem csak főpapként funkcionál, hanem ugyanúgy királyként is. De nézzük, hogy a 9-es versben mi derül ki. Szeretted az igazságot, mi az igazság az ő szava, gyűlölted a hamisságot, mi az a bűn, 1 János 3-4, a bűntörvény megszegése, az ő szavának megszegése. Annak okáért felkent téged, ki kinek a szava? Elohim? A te Elohimed örömnek olajával a te társaid felett kik voltak az ő társai, egyrészt az emberek itt, másrészt azok az angyalok, akik szintén az üzenetet közvetítették az emberek felé. Ő mindenek felett áll. Ez az, amiről beszél. Mindenek felett, mindaddig, amíg ebben nem foglaljuk bele az atyát. 9. vers. Ugye szereted az igazságot, és, és, gyűlölted a hamisságot, Elohim, a te Elohimed felkent az örömnek olajával a társaid fölött. Elohim, a te! Elohim ed! Hogy lehet? Ő az, ha egyszer van neki egy, egy hatalmassága. Az, akinek ő tartozik elszámolással, hiszen az Elohim magyarul hatalmasságot jelent. És ugye persze itt annyi van csak, hogy te osz, de már megvizsgáltuk számtalan szólt, hogy ez Elohim a görög héber szótárban, ha mellapozzuk, akkor látjuk, ugye ez mind az Adonai, ugye az Uram, vagy El, Elohim, Eloah, Elil, Ye Yahuah, ez mind-mind ez a szó Theos. Szóval egy szó, aki azt mondja, hogy ó, nekünk van egy nyelvünk, persze nekünk van egy nyelvünk, csak ez az egy szó húsz másik formában jelenik meg az eredeti iratokban. Úgyhogy ha neki van egy Elohim, egy hatalmasság, az azt jelenti, hogy ő elszámolásra tartozik a felé, tehát van egy feljebb való nála, aki nem más, mint Jahua az atya. Társ egyébként nem más, mint Metachos. Társ, vagy valaki, aki részesül, részesedik valamiből, és a metekho, részesedik, részesül, él valamivel, szóból ered. Tízes vers így és te, Jahua, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek? Nézzük meg, hogy mi az, amit a Sefer ír erről a szóról, uram, ez ugye kurios a görögben. Jahua, tízes vers, a szó ott, Jahua a tetragrammaton. Nézzük meg így. Te, Jahua, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Miért? Azért, mert ő volt az, az első szülött a világban, Láttuk azt, hogy általa teremtette a mindenséget, ő az, aki fentartja, fenntartja a mindenséget, mindennek örököse, aki általa világot teremtette, ő a visszatükröződés, a képmás, a különb nevet öröklő, sőt láttuk, sem ott 23-20-ban, hogy ő az, aki hordozta az atya nevét, jahuát. Ezért hívja úgy, hiszen a kettő egy egységben dolgozik, az atya létrehozza az ő utódát, és az hajtja végre az atya akaratát, ő a szava, akit száz százalékig engedelmes, ahogyan a gyereknek kellene lennie. Következő versben visszautal az égre és a földre, azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak, hiszen tudjuk, hogy lesz egy új ég és egy új föld. 12 és palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem folynak. Miért? Mert ő az atya szava. És ezt leírja több helyen is, hogy világos legyen mindenki számára, Malakiás 3 az egyik, hogy én, Jahúan nem változom, meg Ézsaiás 55-10 a másik, hogy az én szavam, mint az eső, nem tér vissza hozzám üresen, és megcseleszik mindig azt, amit akar. Ugye a palásként összehajló, égről, földről, ézsajás ír, többek között, de jelenések könyve, Jahusáha Hamásiak szintén beszél erről. 13. Melyik angyalnak, vagy maláknak angyal, ugye szintén a gelosz, hírnök, vagy követ? Melyik követnek, vagy hírvivőnek mondotta pedig vala. Ülj az én jobb kezem felől, míglen len ellenségeidet, lábaidnak, zsámajává teszem. Egyiknek se csak Jahúsáha A avagy nem szolgáló lelkeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Mit csinált Jahusa Hamásiák? Mint egy szolgáló lélek eljött, hogy megmutassa az utat, sőt áldozatot vállaljon mindazért a bűnért, amit az emberiség elkövetett, ugyanúgy szolgált, ahogyan egy angyal csak mindegyik fölé rendelte az atya. Káldi így szól. Angyalai közül melyiknek mondta valaha is? Miért is hasonlítaná a fiút az angyalhoz, ha egyszer a fiú az atyával egyenrangú. Teljesen fölösleges hozzá hasonlítani, hiszen nem is lehetséges. Az egyik teremtett, a másik a teremtmény. Azonban a fiú egy másik szinten működik, mint az atya. Ez az, amit szeretne, hogyha megértenék. Ezért hasonlítja az angyalhoz. Nem azt mondom, hogy ő egy angyal, mint egy kiskövér gyerek szárnyakkal, vagy egy nő szárnyakkal hanem úgy, mint egy szolgáló lélek, aki szolgálatra küldel, akinek az a hivatása, hogy örökölje az üdvösséget, azokat segítse. És ő maga is az, hiszen azek a, a, az üzenet közvetítők, a malakim, ugyanúgy szabad akarattal rendelkezik, mint az ember választhatja ezt az oldalt, vagy azt. De ő a jobb oldalt választotta, ezért foglal helyet ott. Ő az első számú, ő az, akit felkent mindegyik társa fölé. Kik a társai? azok, akik szolgálnak az emberek. Nézzük meg ezt az ülj az én jobbomon, ez Zsoltárok Tehelim 110, Ico, mond a Jahua, az én Adonájomnak vagy Jahuámnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámoljul vetem a te lábaid alá. Akkor ha Dávid írta ezt a Zsoltát, azt mondta Jahua, az én Adonájomnak, mondja Dávid, akkor ki az ő Adonája, akinek még van egy másik fölötte levő ura? Kettő Jahuát különböztet meg, az atya és a fiú. A fiú alárendelve van az atyának, mint ahogy mindvégig is demonstrálja azt az írások során. A te hatalmat pálcáját kinyújtja a huassionból, uralkodjál ellenségeid között, hiszen a szó megkapta a hatalmat, így ő fog uralkodni. Ugyanaz a pálca, amiről zsidókhoz írt az elő. És az atya az, akitől ez az egész származik. Zsidókhoz egy, nyolcas, a te király széked, ó Elohim, örökkön örökké. Most már értjük, hogy miért mondja azt, hogy Elohim. Hiszen kettő volt, akinek így a volt a neve. Az egyik az atya, a legfelsőbb, és az ő malákja, az ő üzenet közvetítője, aki uralkodott Izraelen. Számukra ő volt Elohim, hiszen ők értették azt, hogy a kettő egy egységet alkot, de ők kapcsolatban voltak az úgynevezett fiúval. Ő az, aki az igazságnak pálcája, te országunknak pálcája. Erről a pálcáról írt az előbb Tehelim Zsoltárok 110-es fejezetben szintén. Sőt, maga a más siák, Máté 22-es fejezetben elmagyarázza maga. Mikor azt mondják, azt mondja a farizeusoknak, hogy miképpen vélekedett ti a másiák felől, kinek a fia? Mondának neki a Daudé vagy Dávidé? Mondanak neki, hogy hogyan hívhatja őt, Dávid vagy Daud, lélekben, spirituálisan, Adonájnak, ezt mondván, monda Adonáj vagy Jahua, az én Adonájomnak vagy Jahuámnak, ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá, zsámoljuk. Mellesek, ha valakit érdekel a Szefer, és megnézi, akkor látja, hogy az Ico miképpen hívja tehát őt lélekben, a ruákban, ez a lélek Neuma, azaz ruák, ruach, a ruákban Jahuának, ahogy ők írják, ezt mondván, mond a jahuah, az én Adonomnak, vagy Adonájnak, az Uramnak, ülj az én jobb kezem felül, míg lenn. Szóval, ő Jahuának örökké valónak nevezi, úgy, hogy közben van ennek is egy felettese. És akkor még szó sem volt egy fizikálisan megjelent szóról, vagy Jézus Krisztusról, vagy Jahusa Hamásiákról, hanem akkor spirituálisan hívta Jahuán. És hogy biztos legyen az, hogy kiről van szó, elmondja, hogy ha tehát Daúd Jahuának hívta őt, mi módon lehet a fia? Hogyan lehet Dávid fia, ha egyszer ő urának hívja. Láthatjuk azt, hogy bárhol nyitjuk ki könyvet, akárhol olvassuk, egyértelművé teszi azt, hogy a Szent Háromság olyan értelemben, ahogyan a kereszténység azt gondolja, hogy a három az egy, egyenrangú, örökké létező, egy és ugyanaz, nem létezik. Természetesen létezik mind a három, a halkodes, a fiú és az atya, azonban egy egészen más kapcsolat van a három között, mint ahogyan azt a legtöbb ember szeretné gondolni. Az Atya az egyetlen örökké létező és mindenható mindenek felett. Ő az, akiből ez a másik két idézőjevet téve lény kiáramlik. Az egyik az ő ruhája vagy szelleme, a másik pedig az ő szava. Ez a kettő az ő hatalmával egyesült, mint az ő fia és ő az, aki a föld úgymond helytartója az atya helyett, ő az, aki megjelent, mint ember. Nem az atya jött le, mint ember, hanem leküldte ennek a kettőnek az ötvözetét, hogy megmutassa, hogy ő, ha itt élne az atya, milyen lenne. Ezért ő a képmása, ő az, aki visszatükröződése, a megmutatja a hatalmát, az erejét, stb. Miután meghalt, a szó ellett vetve, mint egy mag, de a ruák hakodes visszatért, míg a fiú fennmaradt az atya jobbján, mint egy főpap és király a trónon, amiről a világot uralja, és a ruák hakodes az, ami eszünkbe jutatja a szót, hiszen ez is az atyától jön el hozzánk. Úgyhogy azok számára, akik nem a tora szerint törekednek élni, a probléma az, hogyha ez a ruák az atyától érkezik, és az atya nem változik meg, akkor hogy lehet az, hogy őket arra tanítja, hogy ne a torasz szerint él? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat halleluja és shalom!